Kezdődik az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Deák Dániel, a 21. század intézet elemzője, és Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó estét, szervusz! Jó estét! Kezdjük a Ryanair-rel, hát folytatódik a Ryanair és a kormány harca, nem adja fel a cég. Ma az utasok, akiknek repjegye van, kaptak egy levelet, ebben az emberek segítségét kérik. Azt kérik konkrétan, hogy Nagy Márton miniszter úrnak küldjenek, bombázzák e-mailekkel az utasok, és vonják vissza ezt az ostoba és kártékony adót, ami a magyar családokat terheli. Aztán mi idéztük itt a Dambés Dambér idézetet, szóval, hogy mi lehet ennek a vége? A Ryanair egy kicsit úgy viselkedik, mint egy magyar ellenzéki párt, azzal a nagy különbséggel, hogy több pénze van, mint egy-egy magyar ellenzéki pártnak. Tehát ez kifejezetten éles politikai szembenállás is egyúttal. Én azt gondolom, hogy a Ryanair ezzel a politikával, illetve ezzel a stílussal pontosabban, ahogy a Ryanair vezetője reagált a különadókra, alig ha tudja majd elérni, hogy a kormány visszavonja, vagy legalábbis jelentősen csökkentse a különadót. Attila, lehet, hogy ezt pontosan tudják, viszont folyamatosan beszélünk a Ryanairről. Óriási reklámértéke lehet ennek, marketing értéke is, nem? Vagy éppen negatív reklámértéke lehet. Tehát azért a kormány, mintha azt érzékelné, hogy az utasok körében a Ryanair népszerűsége nem 100%-osan egyértelmű. Hát fura, tehát nyilván ezt tudatosan vállalja a Ryanair vezetője, és csak hát bárki, aki komoly üzletet akar Magyarországon csinálni, számolnia kell azzal, hogy Orbán Viktor a következő napokban, hetekben, hónapokban nem fog várhatóan megbukni. Ennek a kormánynak nagyon szilárd támogatottsága van, tehát diplomatikusabb stílussal lehet, hogy a fű alatt valami mást el tudna érni. Pont Attilának arra a mondatára csatlakoznék rá, amikor azt mondtad, hogy a Ryanairnek a támogatottsága nem olyan magas Magyarországon. Hát nem arról híres a Ryanair, hogy egy nagyon kiváló szolgáltatást nyújtó légitársaság lenne, tehát aki utazik vele, én is utaztam már vele, azért hagy kivetni valót késésre. Hát egyik fapadon sem, viszont nagyon olcsó. Igen, csak aki azzal utazik, az sem rajong a Ryanair-re, csak hát nincsen más sok esetben. És azt akarom mondani, hogy egyébként amikor külföldiek a magyar kormányt egyébként ilyen stílusban támadják, főként egy olyan választás után, ahol tényleg elsöprő győzelmet aratott, az soha nem szokott szimpatikus lenne választók számára, tehát ez inkább növeli a kormánynak a támogatottságát, tehát hogyha a Ryanair ilyen üzeneteket fogalmaz meg, és ilyen típusú támadások jönnek, az a kormánynak egyébként jól jön. Közelmúltból pár példa, amikor az ukrán elnök például még a választási kampányban ugye élesen bírálta a magyar miniszterelnököt, az jelentősen hozzájárult a április 3-ai kétharmados győzelemhez. De én azt nem tudom, hogy a Ryanair vezetősége mennyire mérlegeli, hogy mi jön jól, vagy mi nem jön jól a kormánynak, de az mennyire jön jól vajon a kormánynak, hogy a kormány azt ígérte, hogy ezeket az extra profitadókat nem fogják átterhelni az emberekre. A Ryanair most már egy másik, egy bank is bejelentette, és ugye minden szakértő közgazdász azt mondja, hogy át fogják terhelni az emberekre, és igazából nem tudják ezt megakadályozni. Egy dolog, csak hogy ilyenkor két dolog közül választhat. Válság van, háború van, látjuk, hogy az összes európai ország komoly problémákkal küzdött. Ilyenkor egy kormány két dolog közül választhat, vagy az emberekre terhel rá bizonyos megszorításokat, vagy olyan helyekről veszel forrásokat, ahol van profit vagy extra profit. A magyar kormány 2010 után is, és most is azt választotta, hogy inkább olyan területeket von be fokozottabban a közteherviselésbe, ahol profit vagy extra profit van. És itt van előttem, 815 milliárd forintról van szó, a légi társaságok esetében ez 30 milliárd forintos összeg. Nem volt extra profit, csak azt mondani, hogy ez a teljes összegnek a 4%-a. Tehát még hogyha 100%-ban át is terelik, nem fogják egyébként 100%-ban átterelni a légitársaságot, de még ha 100%-ban átterelik, a magyar lakosság még így is sokkal jobban járt, mint hogy ezt a 850 milliárd forintot 100%-ban, mint ugye a korábbi baloldali kormányok, tőlük vennék be, tehát nyugdíjcsökkentés, fizetéscsökkentés, stb. Az, hogy mennyire jó jár... Attila, ugye ezek csak a légitársaságok, de a bankok is átfogják, korábban is átterhelték, még a PSZ-elf adatai is átterhelték. De bocsánat, man, ugye, már amikor, volt egy olyan bank, amely elkezdte átterhelni. De azt mondja, amikor átterhelték ugye korábban, akkor jött a 150 ezer forintos ingyenes készpénz felvétel, jött a tranzakció díjmentes utalás, tehát akkor a kormány lépett, tehát nem tudták átterhelni a lakosságra. Hát a PSZ-elf szerint áttudták. Az adatokat nézem meg, de bocsánat, Attila, csak a kérdésem az arra vonatkozott, hogy ugye elmondta Dániel, hogy mit tehet a kormány egy ilyen válságban, vagy mit nem tehet. Minden esetre a kormány azt mondta, hogy
itt volt két hete Németh Szilárd, aki határozottan azt mondta, hogy nem fogják engedni, ezt a kormány meg tudja akadályozni, nem tudom, többször megkérdeztem, hogy de hogyan, és azt mondta, hogy megtalálják a módját. De hogy lehet? Tehát a Ryanair úgy emel árat, ahogy akar, és egyébként a többi bank is. Pont erre akartam utalni, tehát ha csak a kormány nem vezet be hadikommunizmust, és nem változtatja meg Magyarország alaptörvényét annak érdekében, hogy piacgazdaságot számoljuk fel, semmisítsük meg, hanem helyette az állam szabja meg az árakat. Ha csak ezt a kormány nem határozza, már pedig úgy látom, hogy egyelőre talán nem. Ezért hát bizonyos áthárítás mindenképpen lesz, illetve már meg is történt, tehát a légitársaságok egyik bank, másik bank bizony az áthárítás már megkezdte, de ennél egy nagyobb problémának látom egyébként, ha már Dani említette, hogy a magyar lakosság hogy jár jól, hogy nem, az a növekvő infláció. Tehát, hogyha ez a növekvő infláció tovább tart, akkor bizony életszínvonal csökkenéssel kell, hogy szembenézzen a lakosság egy része, ami pedig természetesen politikai problémát jelentett a kormány számára. Tehát adott esetben, a legrosszabb esetben, akár még reálbér csökkenés is bekövetkezhet, nem tudom, hogy az lesz-e, de a kormánynak az MNB-vel együtt valamit tennie kell, hogy az inflációt megfékezze, megállítsa, mert és ráadásul így az élelmiszerek körében nagyon durva tud lenni az infláció. Tehát ezt én megmondom őszintén, nagyobb problémának tartom, mint hogy a Ryanair most hogy hárította, vagy nem hárította át. Persze ez se javítja a hangulatot. Nagy probléma is, hogy a gazdasági szereplők és a kormányzat is együttműködve tesz ez ellen, tehát azért van sok lépés az infláció megfékezésére. Látjuk egyébként a régióban, tehát a B4-es országban mindenhol magasabb, balti országokban dupla annyi, mint a magyar inflációs adat, tehát egész Európa. De például a forint jobban gyengül, mint egyes régiós országoké. Nyitott gazdaság, itt vagyunk a szomszédban, a háborúban, tehát ezek érthető jelenségek. A béke lenne, akkor értelemszerűen sokkal jobb lenne az infláció. Lengyelország is a háború Lengyelország közelében sokkal van. Egyébként a kormány is ezt mondja, amit te, hogy ez háborús infláció. Csak akkor az a kérdés, hogy 2017 óta miért nőtt az infláció, amikor még nagyon messze volt a háború? 2017 óta? Bizony, 2017 óta folyamatosan, az egészen biztos. De mennyi volt 2017-ben? 8 egész valamennyi, úgyhogy jól emlékszem. 18-ban? Nem tudom, nem tudom pontosan mennyi volt, nem volt 10% 18-ban. Szerintem, hogy Dávid Ferenc biztos megmondja, hogy megkérdezik. A járvány az visszafogta a keresletet, tehát akkor ugye az emberek nem mentek, nem utazgattak, nem vásároltak annyit, tehát akkor eleve kisebb volt a kereslet, tehát ez egy inflációt lefele vívő dolog. Viszont most, hogy ugye nagyobb a kereslet, viszont kicsi a kínálat, akkor értelemszerűen feljebb mennek az árak. A kormány és a MNB is tett lépéseket ez ellen. Még a Ryanair-re visszakanyarodva, egy újabb érvet behoznék egyébként, hogy ez egy újabb bizonyíték annak, hogy sokkal jobb, hogyha bizonyos szektorok nagy részt magyar kézben vannak, mert például a bankszektorban, az energiaszektorban azok a vállalatok, amelyek magyar tulajdonban vannak, vagy részben magyar tulajdonban vannak, azt mondják, hogy nem hárítják át a ezeket. A Malév az Orbán kormány idején szűnt meg, csak úgy halkan szeretném megjegyezni. Nem az Orbán kormány de az csinált, én nem azt mondtam, hogy a kormány, hanem azt mondom, hogy az Orbán kormány idején szűnt meg, pontosan foglalmaztam, Dani, valamint azt is hozzáteszem, hogy azóta sem nagyon látom, hogy az állam alapított volna egy új magyar légitársaságot. Vannak próbálkozások, hogy a repülőtér kapcsán. Hát még ez a Vizernek a Malmára egyébként hajthatja a Vizert a kettő között, és egyébként Magyar Bank, az OTP, bocsánat, hogy közbevágtam, ők is áthárították a tranzakciós illetéket. Ezt nem, tehát még egyszer mondom, volt 150 000 forintig ingyenes készpénzkivétel, és azt akarom mondani, hogy például, amikor koronavírus járvány volt, a kormány jelentős összegekkel segítette például a Vizert. Tehát emlékszünk rá, amikor hozták a védőeszközöket, maszkokat Kínából, akkor például a Vizernek a járatait vagy repülőgépeit használta a kormány, több milliárd forinttal segítette a Vizert, javarészt az mentette meg, hogy ne kelljen csődbe menni a légitársaságnak, és amikor az állam van bajban, akkor szerintem jogos elvárás, hogy egy ilyen nehéz helyzetben fokozottabban járjon hozzá közteherviseléshez, nem fog csődbe venni ettől sem a Ryanair, sem a Vizer. Ha végignézzünk az európai reptereken, 4 órás sorok vannak, mert olyan sokan akarnak nyaralni, repülni, tehát igenis lesz profit és eszer profit az idei évben ezeknek a légitársaságoknak. Mondjuk a légitársaságok pont azt mondják, például a Ryanair is ezen rágott be, hogy nekik veszteségük volt a korábbi pár. Igen, és hát ugye az ellenzék meg azt követeli például, az ő véleményüket is hozzuk ide, hogy van nagyon-nagyon sok olyan magyar vállalkozó, nehez közeli cég, amiknek óriási extra profitokra tettek szert, mert közbeszerzéseken nyertek, miért nem lehet őket, egy őket.
Hát tudnék egy párat mondani, szerencsejáték például. Beszéltünk, hát több bank is egyébként. Bocsánat, szerencsejátékpiacot, a szerencsejátékpiacot nem érinti, az extra profit adó, nem érinti az építőipari beruházásokat sem, amelyekben egyébként a NER közeli cégek, kedves Dani, elég jelentős számban vannak. Erre reagálok, tehát azért, mert az építőipar most például csökkenőben van, tehát hatalmasat mennek föl ugye az alapanyagára. Például a mészáros cégek ott hasítanak. A repülő szektor az most felfele megy, mert mindenki most elkezdett nyaralni a járvány után, végre lehet menni, az építőipar meg lefele megy. Tényleg, a repülőipart is megadóztatta volna-e külön a kormány, hogyha a Mészáros Lőrinc cégének ott volna-e érdekeltsége? Ez a kérdés, ez most itt volt a levegőben. A kaszinókat egyébként nem adóztatják meg, azt is ajánlott az ellenzék. Van érdekeltség, és azt például most külön adósítja. Kevés időnk marad, de gyorsan ugorjunk egy témát. Lesznek-e vármegyék, lesznek-e ispánok, főispánok? Végül, ha tippelnetek kellene, akkor mit gondoltok? Szerintem lesznek. Lesznek, tehát át fog menni most ez a javaslat, ugye 11-ben nem ment. Visszakerülni a kommunizmus előtti hagyományokhoz. Van egy felmérése a pulzusnak az ATV megbízásából. A magyarok csak nem 70%-a nem nevezni át a megyéket. Láttatok a kutatást, ugye? Hát nagyjából egyébként egészen részletesen majd az egyenes beszéd után a mai témában lesz erről szó. Szóval 69% szerint nem kell visszafordulni a múltba, 22% szerint igen, vissza kell fordulni a múltba. Mit gondoltok erről? Ja, ez egy kutatás. A kérdésfeltevés az fontos, tehát senki nem akar visszafordulni a múltba, hogyha másként tesszük fel ezt a kérdést, akkor a más eredmény jön ki, és azért a közvélemény kutatásokkal, hogy az április 3-ai választás követően azért óvatosan bánnék, tehát én emlékszem arra, hogy április 2-án egy kutatócég kijött azzal, hogy 47-47% lesz a végeredmény, aztán 55-35 lett a vége, tehát azért jelentős különbség volt a valóságban ahhoz képest, mint a kutatások mutattak. Engem valami nagyon zavar ezzel a vármegyés dologgal kapcsolatban, hogy nem a lényegről szól a magyar politika. Nevezetesen most átnevezzük, jó, oké, de szükségünk van egyáltalán megyékre ebben az országban. Hát a megyék hatáskörét, most hiába kuncogsz ezen, Dani, a megyék hatáskörét az Orbán kormány jelentős részen parlamenti többségével lecsökkentette, egy picit valamit visszaadott, de most a részleteket nem nyitnám ki. De a megyék a 90-es évekhez képest funkciójukban jelentősen lecsökkentek. Jelentkezzenek azok a magyar választópolgárok tömegével, akik ügyintézésben találkoznak a megyék önkormányzattal, mert járási hivatallal találkoznak, okmányirodával találkoznak, tehát a kormányhivatalokkal találkoznak, de a megyei önkormányzatokkal ki az a magyar állampolgár, aki szokott találkozni? Tehát szerintem komolyan fel kell vetni a kérdés, hogy megyéstül, vármegyéstül, anélkül, van-e egyáltalán szükség Magyarországon megyékre, főleg úgy, hogy ráadásul most már a közigazgatás is jelentős részben ugye a járásokra épít, tehát innentől kezdve ez egy kicsit olyan áldolog. Nem, ez nem közigazgatási kérdés, szerintem ez egy szimbolikus dolog, ez sokak számára igen, csak lehetne érdemi kérdésekről is beszélni, mert én azt gondolom, hogy jelenleg a megyei önkormányzatokra lehet, hogy ebben a formájukban már nem is volna szükség. Mert viszonylag kevés hatáskörük van, tehát azokat át lehetne pakolni például mondjuk a megyei jogú városok közgyűléséhez. Na, kevés időt hagytam erre a témára, ennyi volt a Ryanair-rel, túlbeszéltük kicsit az adás elejét. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.